2006 között tényleg... Azt kívánom nektek, hogy amikor a korábban a hatalom a mi kezünkben volt, tettünk jó és rossz dolgokat. Ezt kell megérteni, hogy soha, de soha nem voltunk antidemokratikusak. A demokrácia olyan, mint a levegő, amikor nincs, akkor tudja meg az ember igazán, hogy mennyire hiányzik. Magyarok, erősek vagytok, össze kell kapaszkodni, biztassátok magatokat, és harcoljunk, mert ezek el fogják vágni mindenkinek a torkát. Az egységbe tömörülés után a következő lépés az európai parlamenti választás. Meg kell érteni az ellenzéki szavazóknak, hogy fel kell állni a fotelből. El kell menni szavazni, mert a jobboldaliak darabra elfognak. És barátaim, ha Orbán újra kétharmadot szerez, még egy arányos választási rendszerben is az európai parlamenti választásokon, és az irányvonal fog Európában is győzedelmeskedni, amit Orbán képvisel, akkor bizony itt ellenzéki pártokat is akár beszüntethetnek. Nézzétek meg, hogy a Momentumot és a Párbeszédet már az állami számvevőszék próbálja ellehetetleníteni, a támogatásukat próbálja megvonni. Nem engedhetjük meg! Minden esély megvan arra, hogy ezt a hatalmat megbillentsük. A ti szívetekben égő láng az igazi magyar virtus, ami ezeket térdre fogja kényszeríteni. Csak legyen bennetek erő, mi készen állunk, és igenis várjátok el azt, hogy egységesek legyünk. Köszönöm! Tegnap és tegnap előtt is itt voltak, és végképp azoknak, akik tegnap egészen a 10. kerületig eljöttek, hogy hajnali 5-ig kitartsanak mellettem. Felemelő érzés volt, hogy egy ilyen közösséghez tartozhatok. És azt gondolom, hogy ez az, ami azt hogy miért van értem annak, amit mi elkezdtünk. És a Momentum egy olyan közösség, aki kitart bárki mellett. Itt nem arról volt szó, hogy engem vittek be, hanem hogy valamelyikünket belíték. És nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ezt azok is megkaphatnák. Kis technikai hiba volt, de a lényeg az, hogy itt nem csak rólam van szó, hogy engem bevittek, többeket bevittek, olyan embereket vittek be, akiknek a nevét nem ismerik, akikért nem skandálták utána, hogy engedjék el. Ettől függetlenül ezekért, a fiúkért és lányokért is ki kell állnunk, oda kell menni, kiabálni kell, ugyanis a tegnapi nap tanulsága, hogy igenis segít. Nem tudtak azzal mit kezdeni, hogy több mint 100-an követelik, hogy engedjenek ki valakit, amit jogtalanul vittek be. Ugyanis nekem már az elején elmondták, hogy szabálysértésért visznek be maximum. És innentől kezdve már hamis a történet. Amikor engem letepertek és hátrahúztak, akkor nem a Momentum alelnökét teperték le, hanem egy tüntető lányt, aki háttalált a sorban. És ez nagyon fontos kiemelni. Nagyon fontos kiemelni, ugyanis nem olyan embereket vittek be az elmúlt napokban, akik konkrétan rendőrökre támadtak, hanem békés tüntetőket. Olyanokat, akik kiabáltak, olyanokat, akik dühösek voltak, olyanokat, akik bármilyen úton, módon, füsttel, zászlóval, ordibálóval, bárhogyan kifejezték az elégedetlenségüket. Ugyanis itt most már arról van szó, hogy hiába lépünk át már évekkel ezelőtt, illetve nem mi, hanem a kormány azt a bizonyos vörös vonalt, de amit szerdán elfogadtak, az most már egy olyan szintre helyezi a mindennapjainkat, amire már nincsen több szó. Tehát, hogy mi kell nekünk még ahhoz, hogy megmutassuk, hogy ezt nem akarjuk. Hogy nem minket képviselnek, hanem a saját érdekeiket. Ugyanis itt már nem csak arról van szó, hogy kik dolgoznak a különböző gyártósorok mellett. Itt ugyanúgy szó van az orvosokról, a pedagógusokról, mindenkiről, aki túlórázik. Többek között a rendőrökkel is, akik itt állnak körülöttünk, akik tegnap is védték az országházat. El lehet azon gondolkodni, hogy most akkor ők jól csinálják-e, vagy nem jól csinálják. Akikkel én tegnap találkoztam a rendőrkapitányságban.
ők saját bevallásuk szerint már több mint 600 órát túlóráztak ebben az évben. És ők sem azért csinálják, mert jó kezdőben van. És önként vállalták. Én beszéltem olyannal, aki bevallotta, hogy számára a szakmája a hivatása. Több generáció óta rendel. Szerintem ez egy nagyon tiszteletreméltó dolog. Nem gondolom, hogy ezért bármilyen gyűlöletre, vagy bármilyen haragra jogosult lenne. Nem az ő hibája, hogy ezt csinálja, ő is utálja, hogy ezt kell csinálnia. Rengetegen szereltek le, akár lelkismereti, akár pont a túlórák miatt. Akik tegnap itt voltak beöltözve mögöttük. Az ország minden pontjáról voltak ide rendelve. Nincsenek elegen. Szerintem velük is szolidarítanunk kell, mint hogy az összes olyan munkással, akikre ez a törvény vonatkozik. Ugyanis nem azzal van a gond, hogy túlórázni kell, mindannyiunk túlórázott már nagyon sokat. Azzal van a gond, amikor törvénnyel biztosítják be azt, hogy a túlóra az egy elfogadott dolog. Olyan mennyiségben, ami heti 6 munkanapot okozhat egy évben, és erre még van képük azt mondani, hogy elég 3 év múlva kifizet. Ez mindennek a kedvéért. Úgyhogy én most arra kérlek mindenkit, nagyon-nagyon fárasztó napokon keresztül ebbe a hidegbe kinten. És még mindig nem vagyunk elegen. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy most itt vagytok, és még fontosabb lesz az, hogy vasárnap 3 órakor legyetek ott a Hősök terén. Mutassuk meg közösen, nem csak hétköznapi emberek, nem csak politikusok, parlamenten innen és túl, hanem ott lesznek a szakszervezeti vezetők, ott lesznek a szakszervezetek is. Addig a hétvégén van idő, hogy mindenki beszéljen a környezetével, hozzátok el az embereket. Hangosítsuk ki azoknak a hangját, akik nem elég hangosak. Ugyanis tegnap ez történt. Én nem illegális cselekményt követtem el, hanem egyszerűen figyelemfelkeltő eszközzel éltem. Ugyanis azt gondolom, hogy a politizálásnak a lényege az pont az, hogy felhangosítsd azoknak a hangját, akik nem elég hangosak. Hogy példát mutass azzal, hogy te kint vagy. Azok után is, hogy 8 órát tört ez az őrsön. Ugyanis itt nem arról van szó, hogy akkor itt most én mit csinálok. Arról van szó, hogy ha én nem jövök ki, akkor hogyan várom el másnak, hogy kijöjjön. Úgyhogy gyertek vasárnap, és nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt vagytok, hogy itt voltatok tegnap előtt, és szerintem addig itt kell lennünk, amíg nem érti meg a hatalom, hogy lehet, hogy nekik van többségük kormányon, de az biztos, hogy amit most csinálnak, azzal nincsenek többségben a társadalomban. Köszönöm szépen! Anna! Most pedig hallgatom Andrea következik a Jobbik képviseletében. Kedves ellenzéki vandálok! Kedves soros kitartottak! Kedves jobbikos huligánok! És kedves liberális anarchisták! Hello! Így hívnak benneteket azok, akik a ti, a szüleitek, a nagyszüleitek, a testvéreitek adóiból elképesztő cicomában és luxusban élik mindennapjaikat, azok, akik az életükben még érdemi munkát soha nem végeztek, csak a politika porondján táncolva, a nép türelmét folyamatosan megpróbáltatásnak kitéve, évtizedekig még hatalmukat fenn akarják tartani. Ők ilyen finnyásak. De mi nem vagyunk finnyásak, amint látjátok, megkérdezhetitek, hogy mit keres egy színpadon egy liberális, egy szocialista, egy polgári konzervatív, egy esetleg szélső jobboldali, szélső baloldali. Mit keresnek ezek az emberek egy színpadon? Elmondom nektek, mit keresnek egy színpadon. Együtt keresik népünk boldogulását. Azt keressük egy színpadon. Azt a boldogulást keressük, amit 1990-ben azok ígértek nekünk, akik most beteg despotaként próbálnak a nép hátán ugrálni. Ők ígérték nekünk, mindannyiunknak 1990-ben, hogy itt ausztriai életszínvonal lesz, hogy itt azért lesz demokrácia, hogy az emberek jólétét a gazdaság erejével meg tudják teremteni. És hova jutottunk mára? Európai Unióban második legszegényebb társadalom vagyunk,
És most figyeljetek, Európában a mi népünk tagjai dolgoznak a legtöbb munkaórát. Ilyen viszonyok közé volt képük bevezetni a 400 órás túlmunka lehetőségét a munkáltatóknak. Egy olyan közösségbe próbálták ezt bevezetni, és próbálják ezt bevezetni, ahol amúgy is túlmunka, túlóra, másod, harmad állás nélkül egy család képtelen tisztességesen megélni. Mert az árak nyugatiak lettek, de a bérek keletiek maradtak. Bár már az sem igaz, hogy a bérek keletiek maradtak, hiszen a keletiek már elhúztak mellettünk, lassan már a Balkán is elhúz mellettünk, de a magyar társadalom polgárainak még mindig két-három állás kell ahhoz, hogy tisztességesen boldogulhasson. De kedves honfitársaim, szerdán nem csak a 400 órás túlmunkáról szólt a szavazás. Szerdán két olyan borzasztó törvényt is elfogadott ez a társaság, amely gyakorlatilag a demokrácia befejezésének és a diktatúra kialakításának két pontos intézményét hozta létre. Az egyik a közigazgatási bíróság, a másik pedig, nem is gondolnátok, a honvédelmi rendszer olyan fajta átalakítása, amely annak ágyaz meg, hogyha itt bármikor rendszerváltás lenne, hiszen arra van szükség, ha bármikor kormányváltás lenne, az itt maradt rendszer bármikor az új kormány ellen katonai puccsot tudjon végrehajtani. Ezeknek a szabályait is megszabadítottuk. Az összes civilt, aki a hadseregben dolgozik, honvédelmi alkalmazottá minősítették, amely törvényben még az is ki van mondva, hogy még ahhoz is engedélyt kell kérnie, hogy másik otthonba költözzön. Szabadságával nem rendelkezik, és bármifajta kihirdetett veszélyhelyzet során nem mondhat fel. Persze, ígértek nekik egy kis béremelést ehhez, de az semmi azokhoz a kötelezettségekhez képest, amit a tervükre előírnak. Megszavazták azt a honvédelmi rendszer átalakítást, hogy honvédelmi veszélyhelyzetet hirdethet a hadsereg főparancsnoka bármikor. Szinte semmilyen feltétel nem kell hozzá. Ezt is mind megszavazták. Orbán Viktor magánbíróságot hozott létre a közigazgatási bírósággal. Nehogy azt higgyétek, hogy 2019. január után csak úgy tüntethettek, meg csak úgy flashmobotok lehet, meg csak úgy sztrájkolhattok. Nem. Ez a bíróság minden ilyen ügyben el fogja utasítani az igényeteket. Mert a demokrácia ezt a kormány zavarja. Kérdezhetitek tőlünk, ellenzéki képviselőktől, mit tudunk még tenni? Azt tudjuk tenni, amit eddig is beszélünk, csináljuk azt, ami a feladatunk, de azért azt tudnotok kell, hogy a nép nélkül és a nép támogatása nélkül mi képtelenek leszünk arra, hogy ezt a rendszert váltsuk, felváltsuk. Arra készen állunk, hogy bármikor a kormányzásban részt vegyünk, hiszen az ellenzék kibűvelt emberfőkből áll, akik dolgoztak életükben, akik tudják, mi az a magyar nép érdeke. Sajnos a határok teljesen elmosódtak. Ma nincs jobb és baloldali beteg, nincs jobb és baloldali igazságszolgáltatás, nincs jobb és baloldali bármi, ami ebben a rendszerben az emberek életét befolyásolja. Itt van 9 millió 700 ezer magyar ember egyenlő jogokkal, egyenlő igényel arra, hogy itt jól éljünk, hiszen a legnagyobb adóteher ebben az országban terhel mindenkit, lenne miből jól élni. Egy dolog azonban bíztat engem. Láttatok már olyan rendőrt, aki nem demokráciát akar? Láttatok már olyan ügyészt, aki nem demokráciát akar? Láttatok már olyan bírót, aki nem demokráciát akar? Vagy akár olyan tanár, vagy akár olyan adóellenőrt, aki nem demokráciát akar? Nem találtok ilyet. És miután ilyet nem találtok, Orbán Viktor bármit kitalálhat, bármikor a magyar népre zúdíthatja rendőreit, katonáit, ezt a parancsot tömegesen úgy sem fogják,
soha teljesíteni. Szerdán hosszú órákon keresztül láttam Orbán Viktor viselkedését. Az elején a vidámság, rihegés, röhögés, az órák múltával egyre inkább a zavarodottság és a gyengeség látszott. Volt azonban körülötte 5-6 rossz putyin, akik ugyan még csicskát játszanak, mert semmi más nem tettek egész életükben, csak táskáját hordták egy nagy embernek. Ezek a raszputyinok, ahogy bíztatták arra, hogy helyes, amit cselekszik, ezek a raszputyinok lesznek az elsők, akik őt bizonyos pillanatban odébb fogják tolni. Ugyanezek a raszputyinok pont olyan mocskok, mint amilyenek a hatalmasságok, de már az bíztató, hogy aki Magyarországot vezeti, annak már raszputyinai is vannak. Azt kérem tőletek, kedves honfitársaim, hogy mindig figyeljetek, mi történik körülöttetek. Álljatok készen, amikor arról van szó, hogy ezt a hatalmat el kell zavarni. De soha a provokátoroknak ne engedjetek terepet. Ez a hatalom csak úgy tudja megőrizni magát, ha olyan helyzetet alakít ki, hogy erőszakra kerüljön sor. Szerdán minden jogszabályt megszavaztak, ami korlátlan lehetőségeket ad arra, hogy az országban a demokratikus intézmények működését leállítsák. Ezért arra kérlek benneteket, az erőszak határát soha ne lépjétek át, mert akkor ezt a hatalmat nem tudjuk elzavarni. Köszönöm a figyelmeteket!